Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint az utóbbi hetek csapadékos időjárásának következtében 12 vízügyi igazgatóság területén 53 belvízvédelmi szakaszon tartanak belvízvédelmi készültséget, területi elöntés 75 ezer hektáron alakult ki, ezért is fontos a szakmérnökök képzése. Nagyon fontos azért, mert az árvíz és belvízvédekezés rengeteg gyakorlati ismeretet kíván, és mi ezeket az ismereteket 20 tantárgy keretében adjuk át, összesen 50 előadó lesz a négyfél év során, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 12-ből 10 vízügyi igazgatóság küldött most hallgatókat, annyit még elmondanak, hogy ez a hetedik képzés, 15 éve kezdtük, ez a hetedik képzés, harmadik alkalom a Nyíregyházán, és eddig 232-en végeztek. Többek között Szombathelyről, Kaposvárról, Budapestről is érkeztek végzett mérnökök a Bajai Főiskola vízrendezési szakán az árvíz és belvízvédelmi szakirányon 55-en kezdték meg tanulmányaikat. Az alapdiplomám az környezetgazdálkodási agrármérnök. Azonban úgy gondolom, hogy gyakorlati képzettséggel is ki kell egészítenem a diplomámat, hogy szakmai tapasztalatokat is szerezhessek. Ezért a most induló bajai képzés nagyon jó lehetőséget biztosít. Ez az ár és belvízvédelmi szakmérnöki képzés. Különösen azért, mert az osztályon, ahol dolgozom, belvízvédelmi feladatokat is ellátunk a vízhasznosítás mellett. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy jelentkeztem, felvételt nyertem, külön örülök annak is, hogy más kollégákkal, az egész országból más kollégákkal is tapasztalatot cserélhetünk, megismerkedhetünk. A felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság hosszú évek óta részt vesz a szakma oktatásában, hangsúlyozta a képzés megnyitóján az igazgatóság vezetője igazgatóságunk részt vesz a duális képzésben is. Szintén vízépítő mérnökök itt vannak az igazgatóságon négy fő, és arra számítunk, hogy sokkal nagyobb tudásra tesznek szert úgy, hogy a gyakorlati képzés az igazgatóság minden napjaiban valósul meg, mintha csak az iskola padban töltenék el ezt az időt. És hát nagyon fontosnak tartjuk a középfokú képzést is, az évisszel kiváló kapcsolatot ápolunk, és szeretnénk, ha az a életpálya modell valóban megvalósulna, hogy elkezdjük a középiskolában, folytatjuk főiskolán, egyetemen, és kiváló mérnököket tudunk a vízgazdálkodásnak adni itt a Felső-Tisza-vidékén, meg országosan is. Az árvíz- és belvízvédelmi szakirányon résztvevők négy fél éven, mintegy 400 órán keresztül bővítik ismereteiket.